történeteket hordozunk magunkkal. Úgy gyűjtjük össze őket az évek során, hogy meg sem látjuk őket. Ahogy megyünk, csak úgy ránk rakódnak akár az utcapora a nadrág szárunkra. Nem szólunk róluk, nem említjük részleteiket, megírásukhoz meg végképp nem fogunk, mert annyira hétköznapiak, hogy említésre sem méltunk. Hiába is kapaszkodnak kétségbeesetten belénk. Utamat járva, ahogy az lenni szokott, én is csak kerülgettem őket. Régóta nem tekintettem már rájuk, ahogy a cipője órát sem bámulja állandóan az ember. Egy ideje letettem már arról a minden fiatalt égető tervről is, hogy majd én leszek, aki megváltom a világot. Mostanság inkább gondolataimba merülve írom a magam történeteit. Icintkéket és jelentékteleneket. Olyanokat, melyekre más rá se tekint. Legfeljebb önmagam számára jelent valamicske örömöt. Most mégis a kezemben tartok egy apró fekete kavicsot, mert nem tudtam megállni, hogy ne emeljen fel a feledés szürke közönyéből. Tűnődve időzök felette egy rövid ideig, sötét tekintetében elmerengve különös dolgainkon. Szigetvár. Minden. Gyermeknek otthon, felnőttnek hit és áldozat, mindenkinek rög, ami súlyos békjó fogjaként egy helyre köt. Egy helyre köt. Ahogy az egy családba születő testvéreket összeköti a láthatatlan szál, ahogy városainkat egyesíti a közös emlékezet, ahogy barátsággá szelidül a viszály a feledésben. Múltunk az, ami összeköt, s miénk a jelen, hogy közös jövőnkön jobbítsunk. Íme a hely, ahol egy történet véget ért, és ahol az én történetem most elkezdődik. Trabzon. Törvényhozó Nagy Szulejmán szultán szülővárosa. Egy út kezdete. Az a hely, ahol a világtörténelem kétségkívül egyik legjelentősebb uralkodója gyermekkorát töltötte. Szulejmán szultán 26 évesen követte apját, első Szelimet a trónon, és hosszú, 46 évig tartó uralkodása alatt megteremtette a török államiság alapjait, amiért a mai napig népszerűség és kiemelt tisztelet övezi nevét Törökországban. 13 saját maga által vezetett hadjárata során a római birodalom méreteivel vetekedő, katonailag, gazdaságilag és kultúrájában is erős nagyhatalmat hozott létre. Hajóflottájával uralta a földközi tengert, de jelenlétével Egyiptom elfoglalását követően még Indiában is számolnia kellett a portugál gyarmatosítóknak. Mégis egy uralkodói nagyságának léptékeihez viszonyítva jelentéktelennek tűnő magyarországi kis erősség lett életének utolsó állomása, ahol az önfeláldozás és hazaszeretet találkozott a hódítóval. Törvényhozó Nagy Szulejmán szultán öröksége úgy él a török nemzetben, mint Zrínyi Miklós és katonáinak hősiessége a magyaréban.
A hely pedig nem szétválaszt, hanem összeköt. Évszázadok bizonyossága ez, ami legyőzve távolságot és időt, áthidalva a vallási és kulturális különbségeket, az egymáshoz kötődő városok kapcsolatán keresztül testvériséggé változott. A barátság már nem csak egy szóval felruházott kölcsönös érzés, hanem a megbékélés által szimbolikus magasságokba emelkedő örökérvényű példa és útmutatás a jövő számára. Ennek az eszmeiségnek a tárgyiasult kifejezése a világszinten is példa nélkül álló török-magyar barátságpark. A két nemzet államfőinek jelenlétében 1994-ben átadott emlékmű a török és a magyar nép összetartozásának jelképe. Ahogy az Oszmán Birodalom hadserege Zrínyi kislétszámú várőrségével szemben, úgy hatalmasodik Trabzon szigetvár fölé. A baranyai kisvárostól több mint 2000 kilométerre fekvő 300 ezres lélekszámú településközponttal rendelkező, gyors ütemben fejlődő város, jelentős fekete-tengeri kikötő. Saját repülőtérrel rendelkezik, így a belföldi áru és személyforgalom lévén összekötő kapcsolat jelent a nyugati országrész európai területei és Közép-Ázsia között. Jelentős kereskedelmi és idegenforgalmi központ. Élénk gazdaságának és a rendelkezésre álló gazdasági tőke mobilitásának köszönhetően a magyar viszonyokhoz képest napjainkban szinte elképzelhetetlen gyorsaságú fejlődésen megy keresztül Trabzon és térsége. A dollármilliárdnyi mértékekben mérhető áruforgalmat lebonyolító kiépült iparterületen egymás mellett sorakoznak a gyárak üzemcsarnokai. A könnyűipari ágazaton belül is jelentős a textilipar és a cipőgyártás, valamint az üveg és porcelángyártás. A hangulatos belvárosi üzletsorokról nyíló apró sikátorokban dolgos kézművesek készítik és kínálják portékáikat, de az utcák hangulatát mégis az a különleges légkör teremti meg, ami a hagyományok tiszteletén alapuló iszlám kultúra stílusjegyeinek a modern kor dinamizmusával történő találkozása során jön létre. Törökországban magyarként olyan ajtók tárulnak fel az ember előtt, melyek más nemzetek szülötteinek talán soha nem nyílnak meg. És nekünk magyaroknak igencsak kiparkodnunk kell, ha viszonozni akarjuk mindazt, amit látogatásaink alkalmával a törökök nyújtanak számunkra. Kultúrák találkozása is bölcsője a török vidék. Időszámításunk kezdeténél is 800 évvel előbbre helyezik a tudósok azt az időpontot, amikor milétoszi kereskedőhajósok először kötöttek ki a furcsa, lapos kövekkel szegélyezett partokon, melyről a feltételezések szerint a nevét kapta az itt létesült település. Később a római, a bizánci, majd az oszmán kultúra hagyta ott lenyomatát a városon. A környék legkeresettebb idegenforgalmi látványosságához a mezőgazdasági termelés legnagyobb részét és hagyományait adó magyaróföldek mellett vezet az út. A Suméla, vagy más néven Szűz Mária kolostor, Trabzontól 48 kilométerre, a Mária forrás lábától 200 méteres magasságban található. Keskeny, kacskaringós úton megközelíthető kapuhoz felérve páratlan kilátást tárul a látogató elé. A kolostor eredetéhez több legenda is fűződik. Ezek közül a legismertebb, hogy Barnabás és unokaöccse kolostor építése céljából Trabzonba érkezett, és ott önkéntes segítőget toborzott a munkához. Mindez időszámításunk szerint 385-re tehető. Katolikus és ortodox templomként is funkcionált a freskókkal gazdagon díszített barlangterem. Konstantinus császár idején tovább bővítették a létesítményt, és bár egy tűzvészben csak nem teljes egészében megsemmisült, trabzoni közreműködéssel újjáépítették, majd tovább bővítették.
az 1200-as évekre már 72 szobával és könyvtárral is rendelkezett. Páratlan épített környezete és természeti szépsége miatt mindenképpen érdemes felkeresnie az utazónak Sumélát. A bizánci korra jellemző keresztény építészeti emlékeket Trabzon városában is könnyen felfedezhetünk. A város nyugati részén, 2 kilométerre a tengerparti sétány központjából található az Aja Szófia, Szent Szófia templom. A komplexumot első Mánuel idejében 1250-60 között építették. A korábbi létesítmény emlékét őrzi az északi részen található 4 oszlopos, 3 apszisú kápolna. A nyugati részen található 25 méter magas torony 1427-ből való. A trabzoni Aja Szófia Múzeum egyedülálló emléke a bizánci időszaknak. 1573-ban a templomot dzsámivá alakították, és ezt követően az itt uralkodó szultánok imahelyéül szolgált. 1864-ben a dzsámit a bursai Riza efendi parancsára restaurálták. Az első világháború idején raktárként és katonai kórházként funkcionált. 1958 és 62 között az Edinburghi Egyetem segítségével újították fel. Trabzon modernkori jelképe az Atatürk ház. A belvárostól 7 kilométerre délnyugat felé található villát Konstantin Kabályád is építette 1903-ban. 1916 és 18 között az oroszok főhadiszállásaként szolgált. A török köztársaság megalakulása után a kincstár tulajdonába került, majd 1924. szeptember 15-én a nemzeti hősként tisztelt Mustafa Kemal Atatürknek ajándékozták, amikor Trabzonba látogatott. Ezután 1930 és 37 között a Szulejmán szultánéhoz hasonló tiszteletnek örvendő újkori államalapító, hős katona és kiváló államférfi használta az épületet trabzoni látogatásai során. Régmúlt idők hétköznapjainak hangulatát idézi a trabzoni bazár is. A környék halászainak és kereskedőinek egykori gyülekezőhelye a mai napig az élelmiszerkereskedelem központja. Itt mindig talál friss árut a háziasszony, és amíg az imám által elmondott istentisztelet hangjaira a mélyen vallásos muszlim közösség tagjai Mekka felé fordulva közös imádságot tartanak, kicsit odébb már átjárja a levegőt a frissen sült házi kenyér illata. A kicsi bolt tulajdonosának invitálására bátran léphetünk be a Magyarországon látványpékségnek csúfolt gépi sütödéket megszégyenítő tradicionális pékségbe, ahol a valódi látvány mellé akár egy hétig is elálló, soha meg nem savanyodó pékterméket is kaphatunk. Van egy különleges kapocsa jelenben Trabzon és Szigetvár, a magyar és török állam között, ami a testvériség és barátság már említett kötelékén túl, a bizalom megtestesülése által élővé változtatja a kapcsolatokat. Ez a kapocs a Szigetváron működő tiszteletbeli török konzulátus intézménye. A sok kötelezettséggel járó nehéz, de szép feladatokat tartogató tisztség betöltője Horváth László, aki immár közel 15 éve látja el feladatát. 1994-ben Szigetvár határában két állam, illetve a város megállapodott abban, hogy egy barátságparkot hoznak létre. Ennek a munkálatait nyerte el a vállalkozásunk, hogy 94-ben egy hónap alatt sikerült megvalósítani. Ennek a munkának köszönhetem azt, hogy fölkértek Törökország biztonsági konzuljának. Szigetvár úgy gondolom, hogy ebből a szempontból mindenki fontos állomás Törökország számára, hisz itt található Baranya megyében és az országban is a legtöbb törökkori műemlék, és minden ide látogató magasrangú delegáció, vagy nevezhetjük bármilyen más delegációnak, Szigetvárt útba ejti.
Trabzon egy nagy út kezdete. Egy olyan úté, ami legyőzve a végtelennek tűnő távolságot, győztes csaták megnyert háborúk után, a legnagyobb magasságokig emelkedve, a szigetvári hősök hiába valónak tűnő, meg nem hajló ellenállása és önfeláldozása közben ért véget. Egyik útból sem lesz a másik, hanem az egyik út elvezet a másikhoz. Az emberi bűnök sokasága békességért kiált. Különös hely ez a magyarországi, kicsinke, elfelejtett sziget. Magányos hely és csendes. Közben a föld vibrál alattunk, és reménytelenül, fáradhatatlanul mutatni akarja a rég betemetett utat. Talán mondani akar valamit, ami lehetne egy jobb jövő reménye. A történelmi múlttal szembeni békesség keresésének és a megbékélésnek a képessége a bűnök feletti készfogásban kiteljesedve felemelheti, és igazi legendává teheti ezt a helyet az egész világ számára, mert ilyen még nem volt a történelemben. Ez az én egyik apró, mindig magamnál hordott történetem.